Köszöntöm az ismerős nézőit, a stúdióban pedig dr. Sümegi Zoltánt üdvözölhetem. Jó napot kívánok, Tolna polgármesterét, hogy nézőinket egy picit közelebb hozzam a témához, bár biztosan tudják, látják nálunk a televízióban. Egy picit most ilyen portré jellegű beszélgetést fogunk folytatni, politikától mentesebb oldalt képviselünk majd. Azt szeretném, hogy először egy picit a gyermekkoráról beszélgethetnénk, mert erről azért nem túl sokat tudunk, tehát nem ebben a pozícióban látjuk nap, mint nap a tévében. Mit kell tudnunk, mit tudhatunk az ön életéről? Hol nőtt fel? Milyen volt a gyermekkora? Hát, mint minden ember, én is voltam gyermek, természetesen. Tehát nem így született, hogy... Nem polgármesterként születtem. Viccet félretéve, hát én Szekszárdon születtem, de a kórházban, ilyen értelemben mondjuk Szekszárdhoz több közöm nincsen. Bogyiszlón nőttem föl, szüleim bogyiszlóiak, illetve ez se teljesen igaz, mert részben tolnai vagy tolnaszigeti származású az apukám, de Bogyiszlón nőttem föl. Ott jártam általános iskolába, és középiskolába, gimnáziumba, Tolnára, és Pécsre jártam a jogi egyetemre. A gyerekkoromban viszonylag magas növésű fiú voltam, 14 éves koromban körülbelül ilyen magas voltam, mint most. Ezt azért mondom, mert sportoltam, én atlétizáltam körülbelül 7. osztályos koromtól kezdve. A Vorbély Viktor testnevelő tanárom, akit nagyon szerettem és nagyon tisztelek a mai napig is, és talán kölcsönös, mert azóta is időnként vele, illetve a feleségével szoktam találkozni. Ő látott bennem fantáziát, ha úgy tetszik, és ilyen dobóatlétát próbált belőlem nevelni, és érdekes volt, mert elindultam az első versenyemen, és azt megnyertem, elindultam a második versenyemen, azt is megnyertem, elindultam a harmadik versenyemen, azt is megnyertem, és utána, hát ez bogyiszlói általános iskolásként megyebajnok, területi úttörő olimpián voltam, és hát mindenütt elég jól szerepeltem, megmondom, nyertem többnyire, és utána sportiskolás lettem itt Szekszárdon. És tulajdonképpen a sport érdekelte. Sport tulajdonképpen érdekelt engem, és nagyon szerettem a sportot. Sikereim voltak, többször versenyeztem a Népstadionban, ugye gyerekként ez ilyen nagyon érdekes volt, és hát akkor még az atlétika talán azt mondom, hogy több gyereket vonzott, mint most. Úgyhogy ez töltötte be a sport és a tanulás gyakorlatilag a középiskolás éveimet. Egyébként melyik az a sportélménye, ami a leginkább megmutat, ami legtöbbször eszébe jut mondjuk mostanában is? Hát ez egy negatív élményem, mert például a területi bajnokságon, hát akik netán ismernek így a sportból, tudják, esélyes voltam több számba is, és nagyon pocsék formát hoztam, és nem én nyertem, hanem második lettem. Ez egy nagyon kellemetlen élményem, de általában mondjuk nyerni szoktam. Súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés és gerelyhajítás volt a fő számom. Ezen belül is a kalapácsvetés és a diszkoszvetés, ami viszonylag jól ment. Én úgy tudom, hogy még ilyen serdülő ranglistát talán még a mai napig is vezetek egyszer. Már főjegyző voltam, és a Takács László mondta, hogy ilyen 70-es évekbeli listákat lapozgatott, és ott egész előkelő helyen voltam, vagy vagyok a mai napig is. Nagyon szerettem ezt a területet, és majdnem testnevelő tanár lettem. De sokat gondolkodtam, a barátaim többnyire testnevelő tanárok lettek, sokat gondolkodtam ezen, aztán végül is a jogi egyetemre keveredtem. Így utólag nem bántam meg, de valahol eszembe jut, hogy néha milyen jó lett volna, vagy jó lenne tanárnak lenni. Egyébként, hogyha lett volna a történelem testnevelés szak abban az időben, akkor azt biztos, hogy azt választom, de sajnos nem volt, hanem ilyen földrajz testnevelés, biológia testnevelés, stb. Azokat annyira nem kedveltem a testnevelés mellett, és ezért végül is nem oda mentem. Nem tudom, hogy jó-e ez így. Egyébként miért pont a jog? Politika terem, mert akkor is érdekelt? Nem érdekelt engem a politika. Hát azt mondhatom, hogy ez egy véletlen. Miután magyar történelmet kedveltem, és hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor valószínű, hogy a bölcsészkarra nem vettek volna föl.
a magyar nyelvtan az nem volt annyira erősségem, a többiből természetesen jó jegyet, jeles voltam természetesen. Gondoltam, hogy hát a jogi egyetemen nem olyan erős a nyelvtan felvétel, akkor én megyek jogra. Fogalmam se volt egyébként, hogy mi van a jogi egyetemen. Nem is szerettem az első egy-két évben egyébként, különösebb gondom nem volt a vizsgákon, bármint minden fiú, hol tanultam, hol nem, abban az időben nem volt szokás, hogy nagyon jó jegyeket szerezzen az ember. Így utólag azt mondom, hogy annyi marhaságot, amit ott tanítottak, meg ilyen marxista tárgyakat is tanultunk, akkor már rájöttem, hogy ezek engem nem érdekelnek különösebben. De hát nem volt gondom az egyetemmel. És utána végül is elhelyezkedtem dolgozni, akkor voltak még ilyen terveim, hogy hát akkor már a filozófia érdekelt inkább, lehet, hogy nem látszik rajtam, de ilyen elméleti ember vagyok, és nagyon szeretek ilyen gondolkodókkal, meg nagy gondolatokkal foglalkozni, vallástörténet, ilyesmi, egyetemista. A szofi világet is biztosan olvastam. Természetesen mindent, ami létezik. És egyetemistaként, ha őszinte akarok lenni, a feleségem ezt jobban tudja, mert ő vele, hát nagyon barátnőm volt már egyetemistaként, és szegényként mindig megélte azt, hogy nyaranta fölmentünk Pestre, én beültem a Széchenyi könyvtárba, és ő pedig hát mászkált egy hétig ide-oda Budapesten, tehát szerintem rendkívül unalmas lehettem abban az időben, mert mindenféle ilyen régi könyveket bogaráztam. Aztán kigyógyultam ebből a marhaságból, miután elkezdtem dolgozni, akkor rájöttem, hogy nincs értelme, hogy én még bölcsész szakot szerezek, vagy filozófia tanár legyek, történelem is érdekel, de akkor inkább már a filozófia, és akkor végül is letettem, bár beiratkoztam az ELTE-re filozófiára, csak aztán nem mentem el, mert nem volt időm rá. Úgyhogy ilyen érdekes dolgok ezek. A családja mindig támogatta a döntéseiben, tehát mondjuk akár egy ilyen filozófia szakban? Igen, ez egy érdekes dolog, ugyanis egyetemistaként mondtam apukámnak, hogy engem ez a jog, ez rettenetesen nem érdekel, ugyanis azt gondoltam, hogy majd ilyen történelemmel, jogtörténettel, ilyen érdekességekkel foglalkozunk, és ehhez képest magyar közlönyt kellett olvasni, és természetesen bemagolni mondjuk 20 éves koromban, mert ugye akkor még szokás volt, hogy katonának is elvitték az embert, hát ez is egy idézőjelben egy remek élményem volt, mint minden akkori fiatalnak a katonaság, de ugye ez egy más történet, és hát engem egyáltalán nem érdekelt a magyar közlöny, tehát száraz is, és nem igazán magolni sose szerettem, és nem is nagyon tudtam, és gondoltam, hogy hát ez nem nekem való, és akkor mondtam apukámnak, hogy én úgy gondoltam, hogy átmennék történelem szakra és filozófiát tanulnék. És nagyon bölcsen azt mondta apám, hogy ez egy érdekes verzió, de az a kérése, hogy csináljam meg a jogi egyetemet, és hogyha ezt befejeztem, akkor azt tanulok, amit akarok. És akkor én voltam olyan konform, nem voltam ennyire lázadó, mint a mostani fiatalok, ugye nem örültem neki, de mondtam, jó, hát ha az apámnak ez az óhaja, akkor megcsinálom, és majd utána tanulok azt, amit szeretnék. Aztán nem lett belőle semmi, és utólag azt mondom, hogy az apámnak igaza lett, tehát jó, hogy ebbe az irányba keveredtem. Egyébként érdekes az életem, ahol kezdtem a pályafutásomat, mert oda is véletlenül kerültem a Bogyiszlói tanácshoz, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor egyből VB titkár lettem. Egyébként mikor volt? Tehát, 1987-ben, 87 március 1-től kezdtem el dolgozni, és igazán az egyetemen a tanácsok, meg a rendőrség őszintén szóval nem igazán volt a legkúrensebb területek közé sorolva, illetve hát akkor sem érdekelt engem ez a pártoskodás, meg a nagy szocializmus építése, mert akkor még ugye szocializmus volt. De úgy nem volt igazán elképzelésem, hogy hova menjek el dolgozni, és nagyon rendesek voltak a nyári gyakorlaton. Azt is lustaságból Bogyiszlón töltöttem, mert nem volt kedvem bejönni a bíróságra, a gyakorlatra. És akkor az akkori tanácselnök úgy látszik, látott bennem fantáziát, pedig igyekeztem minél kevesebbet bejárni a gyakorlat ideje alatt, mert jobban éreztem magam otthon. És két hétig ott voltam, és akkor a következő évben mondta, hogy nincs a kedvem idejönni újra gyakorlatra. És akkor mondtam, hát dehogy nem, végülis azt gondoltam, hogy ez majd ilyen laza lesz, mint az első harmad év után, tehát első évben.
És akkor ő ezt komolyan gondolta, és egy hónapig dolgoztattak engem keményen a tanácsnál, és mondta, hogy megüresedik majd a VB titkári állás, és mi lenne, hogyha ide jönnék, mert fiatalokra szükség van, és nem lenne ellenemre. És eszembe se volt először ilyenbe gondolkodni, és akkor végül nekem szimpatikus lett ez az ajánlat, és akkor így kerültem oda, és ha úgy tetszik, így kerültem a szakmába, vagy az állami igazgatásba, és azt kell mondjam, hogy nem bántam meg annak ellenére, hogy nem ez a terület érdekelt engem sohasem. És hogyan jött a politikai pálya? Hát ez egy kicsit nehéz erről beszélni, mert esetleg emberek sértődnének meg. Ugye jött a rendszerváltás, és én abba a generációba tartozom, akik, ugye említettem a katonaságot, tehát mi voltunk a Fidesz generáció, tehát katonatársam volt az Orbán Viktor és több más ismert politikus, bár akkor nem szoktunk ilyenekről beszélgetni, tehát ez egy más dolog volt, de én magam is a 80-as évek végén, amikor ugye az egyetemet elvégeztük, vagy kezdtük elvégezni, hát láttam, hogy azért ez a rendszer nem olyan szép, mint amit mondanak róla. És ahogy dolgoztam, nekem nem tetszett ez a tanácsrendszer, ez a szocialista, kommunista berendezkedés, és hát miután képzett ember voltam, tehát láttam a hibáit is, hiszen én voltam a szakmai vezető, tehát olyan, mint most egy jegyző. Tehát a VB titkár az volt, mint régen, vagy most a jegyző. És azon erőkhöz sodródtam, akik újat akartak. Ez részben egy kicsit ilyen lelkiismereti konfliktust is okozott, mert úgymond én a hatalom embereként ott ültem VB titkárként, bár fiatal emberként, de mégis egyetértettem azokkal, akik mást akartak. És ahogy így beszélgettünk meg, hát én sokat segítettem nekik, előadásokat tartottam, például 89-ben az egyesülési törvény, illetve a gyülekezési törvény megjelent a magyar jogrendszerbe. Én ezt nagyon nagy dolognak tartottam, és boldog voltam. Tehát szakmailag tetszett ez, és új alkotmány, illetve alkotmánymódosítás volt. Én ebből előadást tartottam az ottani pártoknak Bogyiszlón, például a Kisgazda pártnak, aki egy nagyon komoly szervezete volt a 80-as évek végén, tehát a rendszerváltás körül, és én ezt élveztem. A lényeg az, hogy én lettem a polgármesteri jelöltjük ezeknek az új erőknek, és az akkori tanácselnökkel, aki egyébként engem oda hívott, kicsit ilyen kellemetlen volt, hogy ellene elindultam. Én fiatal emberként 28 éves voltam akkor, vagy még 28 sem, 1990-ben, és hát végül is engem választottak meg polgármesternek, és én ott kezdtem el, ha úgy tetszik, a politikai pályámat. Őszintén megmondom, hogy nem igazán tetszett a polgármesterség. Sikereim voltak, nagyon sok mindent megváltoztattunk, egészen más alapokon indítottuk meg az önkormányzatot, mint a tanácsot. Több pénzük volt az önkormányzatoknak akkor, mint tanácsrendszerbe. De ehhez képest miért nem tetszett? Azért nem tetszett, mert én úgy éreztem, hogy én szakember vagyok. Tehát nem vagyok politikus, hanem inkább szakember. Egyébként ez a mai napig is egy nagy problémám. Sőt, hogyha öniróniát akarok gyakorolni, akkor azt szoktam mondani, hogy én most se tartom magamat igazán polgármester alkatnak vagy politikusnak, hogy szakembernek túlságosan politikus vagyok, és politikusnak túlságosan hivatalnok, vagy túlságosan szakembernek érzem magam. Tehát valahol a kettő között érzem én a helyemet, ami nagyon rossz, mert hogyha hivatali székbe ülök, akkor sokszor olyan dolgokba is belelátok, vagy szeretnék beleszólni, ami nem az én feladatom, ami egy politikusé. Ha politikusi székben ülök, mint ahogy most is, akkor pedig a hivatali ügyintézést is szeretem látni, netán tanácsot adok az ügyintézőknek. Hát ebbe az elmúlt, ugye a pályám kezdetéről kezdtünk el beszélni, több mint 20 éve már ezen a pályán vagyok némi kitérővel. Ez se önszándékú kitérő, hanem ugye a politikai kurzusok változásával megkértek, hogy távozzak, nem mintha azért, mert hazavittem volna az aranyórát a hivatalból, hanem mert ugye ilyen világ lett, hogy ha valaki narancssárga, akkor az nem kedvelt mondjuk a piros színű embereknél, vagy ha valaki piros színű, akkor nem kedvelt a narancssárgák között. Tehát ez egy idétlen egy rendszer. De
amit mondani szeretnék, hogy arra nagyon büszke vagyok, hogy ahol dolgoztam, mindenütt sikerült utódokat kinevelni. Annak ellenére, hogy nem vagyok idős ember, és ezek nagyon jó, ügyesek és nagyon, nagyon tehetséges emberek. Bogyiszlón például a polgármester úr az nekem alpolgármesterem volt, és én kampányoltam mellette, hogy ő legyen a polgármester, és azóta is ő a polgármester 90-es évek eleje óta, vagy hát a 93 óta pontosan, és ugyanez a Tolnai önkormányzatnál, ugye a jegyzőnő az nekem aljegyzőm volt, a főjegyző a megyei önkormányzatnál az Georgina aljegyzőm volt, és ha úgy tetszik, én fedeztem föl, és ebben nincsen semmi szerintelenség, és szerintem ő nagyon jól ellátja a feladatait. Úgyhogy nagyon sok szakmai sikerem volt, ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy elégedett ember is vagyok. Nincsenek különösebb olyan terveim még, amit esetleg el szeretnék érni. De hát ugye most nem a szakmáról beszélünk, csak valahogy ide keveredtünk. Így van, mindig ide keveredünk valahogy. Egyébként ezek során, a beszélgetések során, hiszen hát ez is az ember életéhez hozzátartozik. Viszont egy picit a családjáról, hogyha faggathatom, mit kell tudnunk most a családjáról? Hát ugye a szüleim, ha tágabb értelemben mondom, ugye Bogyiszlóról kezdtük. Bogyiszlón élnek a mai napig is, idősek, nyugdíjasok, jó a kapcsolatom velük, bár sajnos többet kéne találkozni, mint amennyit találkozunk, de ugye sajnos én elfoglaltabb vagyok, de azért hetente kétszer kimegyek hozzájuk. Anyukám mindig főz nekem finom leveskét, amit szeretek. Például tegnap is kint voltam náluk ebédben, és ha tehetjük, akkor hétvégén vasárnaponként is kimegyünk. Ezt ők vállalják, tehát szeretném mondani, hogy nem mi megyünk a nyakukra, hanem ők szívesen látnak minket. Persze mi is meghívjuk őket időnként, de jobban szeretik, hogyha mi megyünk hozzá. Tehát a kapcsolatom a szüleimmel megvan, igyekszem segíteni őket. Ők nem hajlandóak elköltözni Bogyiszlóról, szívesen vettem volna, hogy közelebb lakjunk egymástól, de ők köszönik szépen, mindig mondják nekem, hogy nekik jó ott, ahol van, csak segítsek, hogyha ők, nekik gondjaik vannak. Hát a szűkebb családom, feleségem jogász, pécsi származású, az egyetemen ismerkedtünk meg, azt kell mondjam, az első pillanatban, vagy az első pillanatok között, és hát kitartottam mellette, és végül is feleségem lett, ahogy befejeztük az egyetemet. Három gyermekünk van, Emese, Zalán és Etele névvel. Ezt azért mondom, mert az Emesét már 89-ben született, tehát nem ebben a modern korban, most divatosak ezek a magyar nevek, tehát mi a 90-es évek elején már így neveztük el a gyerekeimet. Régi magyar nevek, tehát én el sem tudtam képzelni, hogy ne ilyen nevű gyermekeim legyenek. Hála Istennek egészségesek, lányom egyetemista. Milyen az érdeklődés egyébként, hasonló, mint a szülőknek? Természetesen. Szabad bölcsészetre jár, és az volt a nagy dilemmája, hogy filozófiát válasszon-e másodévbe, vagy milyen területre menjen, és a gonosz apja azt mondta neki, hogy ne válassz filozófiát. Úgyhogy filmszakos és néprajszakos a lányom. A középső gyerekem, ő gimnazista. Viszonylag jól tanulnak a gyerekeim, a középső ez egy kiváló képességű, ilyen versenyeket, véletlenül történelem versenyeket nyert. Most kapott ilyen díjat az elnök úrtól, megyei közgyűlés elnökétől, és talán még nyilatkozott is az önök tévéjében, nagyon izgult, hogy miket mondott. Remélem, hogy emlékeznek rá, igen. És a kisebbik fiam, ő pedig egyébként 11-es az Alán, és a kicsi pedig 9-es, Tolnára járnak a gimnáziumba, és ő nem tudom, mit fog csinálni. Szerintem ő is inkább humán beállítottságú. Úgyhogy hát remélem, hogy majd tanulnak valamit, bár ez se feltétlenül szükséges. Szerintem egy jó szakma, amiből meg lehet élni a mai világban, az nagyon fontos. A legkisebb fiam nagyon szeret főzni. Én nagyon szeretném, hogyha ő szakács lenne, mert mondtam, hogy a szakácságot is lehet magas szinten művelni. Méghozzá nagyon magas szinten. És örülnék is neki, hogyha idős nyugdíjasként ülnék az ő éttermébe, és enném a finom ennivalókat, meg innivalókat. Hát egyelőre nem hajlik e felé, de például ilyen vendéglátó irányba örülnék, hogyha menne.
Nem tudom még, mi lesz. Minden esetre, hát ugye a szülőknek vannak tervei, mint ahogy az én szüleimnek is, hogy milyen jó jogász lettem, noha én nem szerettem volna, a mostani fiatalok már nem ilyenek, tehát amit mi mondunk, az biztos, hogy nem fogadják meg. Például én is azt mondom a középső gyereknek, hogy milyen jó lenne, hogyha jogász lenne, és akkor ilyen kedvesen azt mondja, ugye az anyja ügyvéd, én meg én is ügyvéd is voltam, meg most polgármester, azt mondják, hogy hát apa, meg anya, mi ilyen pocsék munkát, mint amit ti végeztek, biztos nem akarunk végezni, teljesen más terület. Hát mondtam, hogy jó, rendben van, ugye lehet gépkocsi vezető is az ember, meg vasbetonszerelő is lehet, meg jogász is lehet, kétségtelen, de hát nem annyira borzasztó, ez azért el lehet viselni. De úgy tűnik legnagyobb szomorúságomra, hogy egyik gyerekemből sem lesz jogász, vagy legalábbis most nem szeretnének jogászok lenni. Hozzáteszem, hogy tényleg talán a mai világban túlképzés van, és ugye, ahogy szokták mondani, hogy földobunk egy követ, jogászra esik. Tehát visszatérve, rendezett körülmények között élünk, és nagyon szeretek Tolnán lakni, és hát szeretnék még sokáig ott lakni, ahol vagyok a családommal. Nagyon rendes szomszédaim vannak, büszke vagyok arra, hogy ilyen jó környéken lakhatok, sok nyugdíjas van ott a szomszédok között, és talán ők is elviselnek engem. Csendes és nyugodt a környezetem. Feltételezem, hogy bokros teendői között azért néha talán tud időt szakítani arra is, amit szabad idejében szeret csinálni. Az mi volna egyébként? Tehát mostanában mivel tölti a szabad idejét? Filozófiai tudományok esetleg megmaradtak? Hát az az igazság, hogy van egy hobbim. Nem mondom, hogy nagyon drága, de nem is olcsó hobbim. Ugye a filozófia meg az elmélet mellett én mindig vonzottam így a művészettörténet meg a művészetek felé, és bútorokat gyűjtök, tehát antik bútorokat gyűjtök, meg most már sajnos nem csak azokat, hanem mindenféle gyűjtök, ami nem festmények, de ilyen régi nyomatok, litográfiák, szentképek, mindenféle marhaságot úgymond gyűjtök, úgyhogy van egy csomó feszületem, van egy csomó szentképem. Ezek persze nincsenek föltéve mind a lakásba, egy garázsom van tele ilyenekkel, tehát ez már szinte betegség, de talán ez a történelem szeretethez, meg részben egy kicsit a művészet szeretethez kapcsolódik. Tehát én nagyon szeretem, hogyha ilyen régi, antik dolgok vesznek körül engem, és többnyire a szabadidőmet ezeknek a bevásárlása, a gyűjtésével, cserélésével, felújításával, és a feleségemtől való pénzkéréssel töltöm, aki már többször megtiltotta, hogy ezzel foglalkozzak, de valahogy bírja szegény a gyűrődést, és még nem hagyott el emiatt. Tehát ezt én nagyon szívesen csinálom, és azon kívül mi szeretünk utazni, a sport ugye megmaradt az életünkben, feleségem is sportoló volt egyébként, ő tájfutó, utánpótlás válogatott tájfutó volt, tehát ő nagyon magas szinten végezte ezt a PVSK-ba annak idején, tehát ez egy nagyon komoly tájfutó szakosztály volt, illetve a mai napig is van. És hát szeretünk bicajozni, kirándulni, utazni, úgyhogy sokat megyünk vele. Nézőinket arra biztatnám, polgármester úr biztosan nem haragszik meg, hogyha valaki szereti a régi bútorokat, szerintem megkeresheti önt, és egy kis csereberére biztosan rá lehet venni. Az időnk végéhez érkeztünk sajnos, én azt hiszem, hogy elég sok mindent megtudtunk arról, bár remélem, hogy még egyszer majd még lesz a vendégem, minimum még egyszer lesz még a vendégem ebben a műsorban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, nézőinknek pedig a figyelmet, köszönöm, viszontlátásra. Köszönöm szépen.